fontos, hogy figyelembe vegyék azt, hogy mivel én őszinte leszek ma, mint már jó ideje, azt csinálom, hogy ha valami nem ingük, akkor ne vegyék magukra. Ismerik ezt, kinek nem ingen. Így kezdte előadását keddeste az ország pszichiátere. Csernus Imre az elmúlt évek tapasztalatai alapján arra is felkészített mindenkit, hogy azok a párok, akik együtt érkeztek az előadásra, nem biztos, hogy együtt is fognak távozni. A doki előadása során, akár csak egy jó stand-up esten, volt hangos nevetés, de sokszor érezhető volt, hogy megfagyott a levegő. Valójában az észéből ez egy felszólítás lenne. Sokkal fontosabbnak tartom, és a nézőközönségnek el is mondom, hogy ez valójában csak egy választás. Nagyon sok ember az életét, úgymond, agyból közelíti meg, és akkor egy idő után csodálkozik, hogy nem érzi azt, hogy élne, nem érzi azt, hogy boldog lenne, ha bár az anyagi lehetőségein belül látszólag minden megvan, de valami mégsem stimmel. Csernus a közönség soraiból találomra választott ki embereket az előadása során, a velük folytatott, nagyon rövid beszélgetés során pedig hamar leszűrt dolgokat. Az első válaszok még poénosak voltak, aztán a doki rávilágított bizonyos problémákra. Ilyenkor meghűlt a levegő a kulturális központ termében. Volt, akinél a párkapcsolat, volt, akinél a munka, és volt, akinél a család volt a probléma gócpontja. Szerintem, hogyha az emberek tudnák azt, hogy az idő az, amit nem lehet pótolni, és azt nem tudjuk, hogy mennyi van még hátra, ennek függvényeként teljesen másként döntenének, mint ahogy most is van ez a potenciális koronavírus járvány itt Magyarországon, de már itt ezerrel félnek az emberek, pedig meg nincs itt igazából, nem úgy, mint az olaszoknál. Tehát vannak olyan életesemények, amelyek konfrontáltatnak bennünket azzal, hogy az idő az megy, és mi meg nem cselekszünk úgy, mint ahogy múlik az időnk. Csernus Imre tavaszi előadásainak állomásait a közösségi oldalán követhetik az érdeklődők. A dokival hosszabban beszélgetünk a péntek esti Weekend című műsorunkban.